Jó estét kívánok! A TV Eger választási műsorát látják. Október 12-én Egerben 12 választókerületben döntenek a választópolgárok arról, kik képviseljék őket az egri közgyűlésben. A TV Eger lehetőséget ad minden képviselő jelöltnek arra, hogy bemutassa programját, személyét a választópolgároknak. Az elmúlt napokban a TV Eger műsorában 3 alkalommal a választókerületek közül 9 jelöltjei mutatkoztak be. Ma este a 10, 11 és 12-es választókerületek képviselői a vendégeink. Elsőként a 10-es választókerületet mutatjuk be. Ennek a választókerületnek a jelöltjei már itt ülnek velem a stúdióban. Megmutatjuk, hogy kikre is lehet szavazni azoknak, akik a 10-es választókerületben laknak. Lombecki Gábor a Fidesz-KDNP jelölő szervezet részéről, Pászti Tamás a Jobbik részéről, Majoros Zsuzsanna szociáldemokrataként és Mirkóczki Zita a DK együtt MSZP összefogás jelöltjeként. Önök a táblán ABC sorrendben látják a jelölteket. Elmondom a szabályokat. Minden jelöltnek, aki él a mai bemutatkozási lehetőséggel, 3 perce lesz arra, hogy szóljon az egriekhez, bemutassa programját. Nagyon fontos, hogy nem vitaműsorról van szó, arra kértük a jelölteket, hogy saját programjukról, saját személyükről beszéljenek, hiszen nincs lehetőség a reagálásra, a megszólított személy nem tud válaszolni. Arra kérjük őket, hogy kerüljék ezért a személyeskedést és a vádaskodást. Mivel sorsolással döntöttük el azt, hogy milyen sorrendben mutatkozzanak be önöknek, elsőként azt a jelöltet szólítom, aki az 1-es sorszámot húzta, mégpedig Lombecki Gábort a Fidesz-KDNP részéről. Indul az óra, és önnek 3 perce lesz a bemutatkozásra. Köszönöm. Üdvözlöm a TV nézőit. Lombecki Gábor vagyok, a Fidesz-KDNP képviselőjelöltje. 2010-ben kaptam meg a bizalmat a 10-es választókörzeti lakóktól, ami a Vallon utcától egészen a Malomárok utca elejéig tart, a Vizimolnár utca és a Rákóczi út egy része is ide tartozik, emellett a Ráczhegy út, Harangláb, Könyök utca. A közéletben, az országos közéletben a Fidelitas országos választmány alelnökeként tevékenykedem. Nagyon fontosnak tartom, hogy a közgyűlésben a fiatalok érdekeit képviseljem. Létre is hoztuk az elmúlt 4 évben az IFI pontot, ami most már kibővítve 166 négyzetméteren várja a diákokat. Bevezettük az IFI mozi kedvezményt, ami minden kedden 50%-os kedvezményt ad 29 éves korig minden egri diáknak, és létrehoztuk az egri ifjúsági kerekasztalt is. A 10-es választókörzetben sok intézmény található. Van 1 bölcsödénk, 4 óvodánk, 2 általános iskolánk és 1 középiskolánk. Emellett megtalálható nálunk az Énó és a Családsegítő Intézet. Az elmúlt években létrehoztunk egy rendőrőrsöt is, ahol több rendőr dolgozik, várják az ott lakóknak a javaslatait a fogadóráikon, úgyhogy tudom tanácsolni, keressék fel őket fogadóráikon. Legyünk büszkék a játszótereinkre, amiket felújítottunk az elmúlt években a Vizimolnár utcán, a Kalomalom 68-84-es tömbelsőben felújítottuk a Ráczhegy utca játszóteret, emellett a Rákóczi utca játszóteret is. Itt legyünk büszkék a zöld felület felújításaira is, ahol elhelyeztük második Rákóczi Ferenc szobrát, és létrehoztuk, ugye, amikor mindig úgy emlegettük, hogy a volt fényszobor helyén lévő teret, létrehoztuk a Nemzedékek terét, ahol megtalálható Rostás Bea generációk szobra is. Legyünk büszkék arra, hogy felújítottuk a Malomárok utcát 1-től a 29-ig. 2014-ben a városban ez volt a legnagyobb útfelújítási beruházás. Legyünk büszkék arra, hogy járdafelújításban is az élen járunk, és folytassuk együtt a közös munkát, ezért kérem, hogy szavazzanak Habis László polgármester úrra, és jó magamra Lombecki Gábor Fidesz-KDNP jelöltjére. Köszönjük szépen, tökéletesen kihasználta az önnek szánt időt, és át is adom a szót annak, aki a 2-es sorszámot húzta, mégpedig Majoros Zsuzsannának, aki szociáldemokrata színekben ül itt.
Köszönöm szépen. Szép estét kívánok, én Majoros Nagyok, lakberendezőként dolgozom Egerben, hozzávetőlegesen 10 éve. A vállalkozók életét, a hétköznapi teljesen magamhoz hasonló polgárok életének színvonalát szeretném javítani. Véleményem szerint, hogy a legfontosabb az embereknek, a kasszának, a karbantartása, a lényegesen jobb megélhetés biztosítása. A életminőség rendkívüli mértékben javítása. Amit eddig elvégeztek munkát az elődeim, megválasztásom esetén természetesen ezt mindenképpen elismeréssel elismerem. Ezt szeretném folytatni, ezt szeretném továbbfejleszteni. Az utak minőségének jelentős mértékben javítása mindenféleképpen célom, az iskoláknak, az óvodáknak, a bölcsödéknek a szebb környezetté alakítását hasonlóképpen, az otthonoknak az energiatakarékosabbá tételét mindenféleképpen célként tűztem ki. Gondolok itt akár a lépcsőházaknak a megújuló energiaforrásokkal történő megújítására, állami támogatással, akár a lépcsőházak teljes egészében közös költség mentesítésére, ha lehetőség van rá, illetve bármiben segítségükre leszek, amiben az önök életét, az önök életminőségét jobbá tudom tenni. A polgármesterünk jelen pillanatban rendkívül nagymértékben támogatja ezt a városrészt. Ezt a továbbiakban is szeretném teljes mértékben kihasználni, mennyiben lehetőséget adnak rá. Elérhető vagyok maximálisan, amennyiben bármilyen kérdésük, bármiben tudok önöknek segíteni, készséggel állok rendelkezésükre, bármilyen csatornán el tudnak érni, ha bármiben segítségükre tudok lenni, várom megkeresésüket. Köszönöm szépen az idejüket, illetve a türelmüket, meg lehetőséget. Felhívom a figyelmét, hogy még további egy köszönöm percre szépen van lenne lehetősége, de akkor adjuk át a szót annak, aki a hármas sorszámot húzta, mégpedig Mirkóczki Zitának, a DK Együtt MSZP részéről. Köszönöm szépen, Mirkóczki Zita vagyok, jelenleg Egerben élek, itt születtem, itt jártam iskolában, és itt dolgozom. Már 20 éve vezetem a Pódium Tánc és Balettiskolát, amely az ország egyik legsikeresebb magániskolája. A kultúra területén tevékenykedem, létrehozásában közreműködtem az Egri Fesztivál Balettnak, amely a város egyetlen ifjúsági balett együttese volt. Közreműködtem és szervezője voltam az Erlau Tánc Fesztiválnak, és megalapítója voltam a Gárdonyi Géza Színház tánctagozatának is. Célom az, hogy ezt a kultúrát, ezt a tevékenységet, ezt tovább folytassam a város érdekében. Először is szeretném azért megköszönni, hogy aláírásukkal támogatták, hogy képviselőjelöntként indulhatok ezen a választáson. Köszönöm a bizalmat és a biztatást. Köszönöm azt, hogy megkerestek és elmondták a problémáikat, véleményüket a városról és a városrészről, a felsővárosról is. Célom az, hogy ez a városrész tovább fejlődjön, szépüljön, úgy, ahogy eddig. Azt gondolom, hogy a felsővárosnak nagyon nagy szerepe van a városunk életében, hiszen a lakosság több mint egyharmada ebben a városrészben él. Pár gondolat a programunkból. Mindenképpen fontos, hogy közösségi tereket hozzunk létre, és számtalan olyan üres ingatlan található ebben a városrészben is, amely ezt a közösségi életet segítheti. Gondolok itt a hármas iskola felújítására és megnyitására. Mindenképpen fontos, hogy biztonságot adjunk az embereknek. Azt gondolom, hogy a polgárőrség és a rendőrség munkájának az összehangolása elengedhetetlen, hogy sokkal több járőrt és sokkal több polgárőrt lássanak az emberek a városrészben. Fontosnak tartom, hogy fejlesztési pénzek, uniós források jussanak a felsővárosba is, azért, hogy ne érezzék másodrangú polgároknak magukat az ott élők. Fontosak a járdafelújítások természetesen, azt gondolom, hogy ez egy átfogó 5 éves program kell, hogy legyen, ami megvalósítható, és létrehozhatunk vele olyan akadálymentesített járdákat, amire könnyű a fel- és lejutás. Természetesen a megújuló energiák használata fontos, de azt gondolom, hogy ezek az előregedett 30-40 éves házak alapvetően már a szigetelés, a panelprogram segítségével már energiatakarékossá tették ezeket. Lehetne folytatni a panelprogramot, és azt gondolom, hogy a szennyvíz és csatornahálózat fejlesztése és cseréje is már nagyon-nagyon ráfér ezekre a házakra. Én hiszek önöknek,
működnek, én látom ezeket a feladatokat és problémákat, én tudom, azért fogok dolgozni az elkövetkezendő 5 évben, hogy ezeket meg tudjuk oldani. Fontosnak tartom, hogy a szociális bérlakásból és a nyugdíjas házban élők bérleti díjának az áfája csökkenjen. Váltson lépést velem, hozzuk egyenesbe együtt a Felsővárost. Na ezzel a jó hosszú mondattal azt hiszem le is zártuk a bemutatkozást, és a következő szigorúan 3 perc Pászti Tamási a Jobbik részéről. Jó estét kívánok mindenkinek! Én Pászti Tamás vagyok, a 10-es körzetnek a Jobbikos képviselőjelöltje. Mérnök informatikus és személyvédelmi végzettségeim vannak, tehát nem lenne szükségem arra, hogy a politikából éljek meg, azonban a magyarországi helyzetek erre sarkoltak engem. Jelenleg Vona Gábornak vagyok a munkatársa, a Jobbik országos elnökének. Egy országos kampánykörutat csinálunk most az elnökkel, mely során megtapasztalhattam az ország településeinek a problémáit, és azt vettem észre, hogy Eger valójában egy csebben a tenger, egy gyűjtőedénye mindazon problémának, amik az ország többi helyén is felelhetőek. Hogy mik ezek a problémák? Megélhetés, rend, elszámoltatás. Ezek kellenek az embereknek. Mi a baj a közbiztonsággal Egerben? Az antiszociális személyek folyamatosan zargatják gyermekeinket, folyamatosan rongálják a köztereket, illetve nagyon nagy a probléma a drogosokkal is. Mi a látványberuházások helyett inkább a térfigyelő kamerarendszer kiépítésére költenénk a pénzt, oda csoportosítánk át ezeket a beruházásokat. Továbbá felállítjuk a városőrséget is, akik gyalogosan, rendőrkutyákkal az oldalukon biztosítanák a biztonságot ezeken a csomópontokon, ezeken a helyeken. A bűnözési hajlammal rendelkező embereket pedig olyan módon fékeznénk meg, hogy megszüntetjük azt az abszurd helyzetet, miszerint azok, akik a mi adónkból élnek meg, akik olyan módon szerzik a kenyerüket, hogy azért mi dolgozunk meg, ezt megszüntetjük. Akik úgy hálálják meg a megélhetést, hogy tönkreteszik a mi életünket, azoktól megvonjuk a segélyeket. Ez egyébként arra is jó, hogy azokban a családokban, ahol jellemző ez a fajta antiszociális viselkedés, ott ne csak megszüljék a gyermekeket, hanem fel is neveljék őket. Támogatjuk a helyi kis vállalkozásokat. Ne azt jelentse a munkahely, hogy valaki rabszolgaként dolgozik egy multinál, hanem azt jelentse, hogy Egerben, egri vállalkozások által egrieknek biztosít tisztességes munkát és tisztességes bérért. Felháborítónak tartom azt, hogy a belvárosa csak az utóbbi időben 6 milliárd forintot költöttek, még az északi lakóterepre pár millió forint is alig jut, ezen is szeretnék változtatni. Továbbá azon is szeretnék változtatni a munkahelyteremtések által, hogy ne vándoroljanak el a fiataljaink Egerből. Csak az utóbbi 3 évben 2000 fiatal hagyta el Egert, és szeretnénk őket ide visszacsábítani oly módon, hogy Mirkóczki Ádám polgármester vezetésével tisztességes módon. Kérjem, hogy most ezt a mondatot fejezzük be. Még a várost. Be is fejeztem. Köszönöm szépen. A 10-es választókerület jelöltjeit láthatták, hallhatták. Elmondom név szerint is, kikről van szó. Lombecki Gábor a Fidesz-KDNP részéről, Pászti Tamás a Jobbik jelöltje, Majoros Zsuzsanna szociáldemokrata, Mirkóczki Zita DK együtt MSZP jelöltjeként, és aki nincs itt, mert nem tudott élni a lehetőséggel, Mida Vivien az LMP részéről, de a szavazólapon természetesen majd az ő nevét is megtalálják. Köszönöm szépen a részvételt a 10-es választókerület képviselőinek, és hamarosan folytatjuk a műsort a 11-es választókerület jelöltjeivel.
Folytatjuk választási műsorunkat. Jó estét a most bekapcsolódóknak. Most a 11-es választókerület képviselő jelöltjei mutatkoznak be. A szabályok rájuk is ugyanúgy vonatkoznak, mint a 10-es választókerület jelöltjeire. Mindenki 3 percet kap a bemutatkozásra, arról, hogy a programjáról, saját személyéről beszéljen. Ezúttal is arra kérjük a képviselőjelölteket, hogy mellőzzék a személyeskedést és a vádaskodást. Lássuk, hogy kikre szavazhatnak a választópolgárok a 11-es kerületben. Gál Judit a Fidesz-KDNP jelöltjeként indul, Kozma Judit jobbikos képviselőjelölt, Nász Gergely István szociáldemokrata képviselőjelölt, ő ma nem tudott eljönni, Sós Tamás a DK Együtt MSZP részéről, és Kovács Tünde az LMP részéről, ő szintén nem tud részt venni a mai műsorban. A bemutatkozások sorrendjét ezúttal is kisorsoltuk, ez alapján kérem az első képviselőjelöltet, hogy mutatkozzon be, mégpedig Kozma Judit a Jobbik részéről. Öné a 3 perc. Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm a nézőket. Kozma Judit Andrea vagyok, egri születésű, és magamról annyit szeretnék elmondani, hogy alapfokú és középfokú tanulmányaimat Egerben végeztem. Felsőfokú végzettségem alapján általános iskolai tanító vagyok, de kollégiumi nevelőtanárként dolgozom egy speciális kollégiumban, ahol értelmileg akadályozott gyermekekkel foglalkozom. A körzetemben körülbelül 2200 háztartás tartozik, és hogyha lélekszámban gondolkodom, akkor körülbelül az egri lakosok 10%-a él a 11-es körzetben. Járva a körzetet, találkozva az emberekkel, sok problémát hallottam, és e köré fontam célkitűzéseimet. 5 problémakör, 5 cél témakör az, amit én megfogalmaztam, és amit a Jobbik keretén belül szeretnék megvalósítani. Tételesen elmondva, közbiztonság, távfűtés, parkolási gondok, akadálymentesítés, és a városrészek közötti különbségeknek a témája. Elsőként a közbiztonsággal kezdeném. Célom, hogy a körzetemben ne legyenek kerékpárlopások, ne törjenek be idős emberekhez, a gyerekeket a szülők biztonsággal kiengedhessék az utcára játszani, továbbá ne törjék be az ajtóknak, az autóajtóknak az ablakait, továbbá biztonsággal lehessen közlekedni éjszaka is az utcán, legyen kivilágítás, és ennek érdekében úgy gondoljuk, hogy bizonyos veszélyeztetett csomópontokra térfigyelő kamerákat lehetne föltenni, ami részben megoldást jelentene, más részben pedig 24 órás kutyás járőrszolgálat az, ami ezeket a helyzeteket megelőzhetné. Másik központi célom a távfűtés témaköre. Korszerűsítve a hőközpontot, a sok ember, aki alacsony fizetésből, alacsony jövendelemből él, megoldást jelentene számára az olcsóbb távfűtési díj. Hívom a figyelmet, hogy 1/2 perce van még. Igen, az akadálymentesítés a szívügyem, mert sok sérült ember lakik a körzetemben, és az ő közlekedési lehetőségeik korlátozottak. A parkolási gondokra a Jobbik azt szeretné, hogy napi 1 órás ingyenes parkolás, amiről tudomásom szerint a jegyző asszony is tudomást vett, de már visszautasította. A harmadik pedig a város részek közötti különbségek, amely szintén célkitűzésem, hogy a központi látványberuházások helyett elemi problémák megoldására legyen szükség a felsővárosban. Köszönöm, hogy meghallgattak, és hogyha biztonságosabb környezetet, olcsóbb távfűtést szeretnének, akadálymentesített környéket, sajnálom, át kell adnunk a szót a következő jelöltnek, mégpedig a 2-es sorszámot Sós Tamás a DK Együtt MSZP részéről húzta. Öné a 3 perc. Köszönöm szépen, jó estét kívánok. 40 éve születtem Egerben, jelenleg is itt élek és dolgozom. Iskoláimat is Egerben végeztem, először a mezőgazdasági szakközépbe, kertész-szőlőgyümölcs termesztő szakon, majd az Eszterházy Károly tanárképző főiskolán, fejlesztő pedagógiai szakirányon.
Feleségemmel harmonikus kapcsolatban, házasságban élünk, két gyermeket nevelünk, egy fiút és egy kislányt. A programunkról gyakorlatilag a közbiztonság nálunk is kulcs szerepet kapott. Azt gondoljuk, hogy a rendőrség és a polgárőrség munkáját láthatóvá kell tenni jobban, támogatni kell őket anyagilag, illetve egyéb formában is. Én azt gondolom, hogy a második nagyon fontos a közlekedésbiztonság. A közlekedésbiztonságra gondolok itt a Rákóczi úton való átkelésre. Ha végig gondoljuk, a Rákóczi út valonút kereszteződésében egy villogó narancssárga lámpa van, ezt piros narancssárga zöld közlekedési lámpával kell felváltani. Azt gondolom, hogy az ott élők közlekedését ezt jobban fogja szolgálni. Nagyon fontos, hogy egy járdaprogram elinduljon a körzetbe. Nagyon sok olyan felület van, ami már régóta cserére szorul. Egy járda felújítási programot el kell indítani, ezeket a bokatörő járdákat meg kell szüntetni. Nagyon fontos a zöldiesítés a körzetben, hogy több zöld felület legyen, legyenek fák, virágok nagyobb számban elültetve a körzetbe, és azt gondolom, hogy ezzel egy élhetőbb, szebb környezetet kapunk. Nagyon fontos, hogy szemetesek legyenek kihelyezve a Rákóczi úton, illetve más részen is, és ne csak sima szemetesek, hanem kutya szemetesek. Én azt gondolom, hogy ez is egy fontos esztétikai kérdés a ott élők számára. Fontos, hogy létrejöjjön egy nagyobb ütemű fejlesztés a körzetben. Az elmúlt években, elmúlt négy évben az uniós források jelentős része a más városrészbe ment. Én azt gondolom, hogy nagyobb szerepet kell kapni a felsővárosnak, és azt gondolom, hogy ne érezhessék magukat másodrendű állampolgároknak az ott élők, ezeket a fejlesztéseket el kell indítani. Mire gondolok, például egy víz és csatorna fejlesztés, de lehet panelfejlesztés, napelem program elindítása, és nagyon sok ilyen fejlesztés van, amire nagy szükség van a körzetben. Kérem, hogy október 12-én dr. Szalóczi Géza polgármesterjelöltünket támogassák, és a körzetükbe élők baloldali összefogást. Köszönöm a bemutatkozást. Át kell adnunk a szót a harmadik jelöltnek, mégpedig Gál Juditnak, a Fidesz-KDNP részéről. Köszöntöm a Rákóczi úton, a Szalaparton, a Töviskes téren, a Cifrakapó úton és a Felszel lakóparkban élő hölgyeket és urakat. Úgy gondolom, hogy most már sokkal könnyebb dolgom van, mint négy évvel ezelőtt, hiszen már, ha csak egy képeslap elejéig is, de ismerjük egymást, és már teljesen jól ismerjük azokat a problémákat és örömöket, amely a körzetre jellemző. Nagyon örülök annak, hogy rengeteg e-mailt, telefont és személyes megkeresést kaptam önöktől, és ezzel segítették az elmúlt négy évben a munkámat, azt, hogy azt az 50 millió forintot, amelyet négy év alatt a körzetben elköltöttünk, melyik járdára, melyik játszótérre, melyik zöld parkra vagy buszmegállóra költsük. Természetesen négy évvel ezelőtt én azt mondtam, hogy amikor az embernek a lelke boldog, akkor teljesen mindegy, hogy a járda az pupos, vagy pedig az út az egy kicsit kátyús. De mégiscsak az elmúlt négy év ráébresztette arra, hogy a babakocsisoknak, az idősebbeknek igenis nagyon-nagyon fontos a járda, és éppen ezért igyekeztünk elkövetni mindent azért, hogy a képviselői keretből és a város pénzéből minél több járdát tudjunk felújítani. Ugyanakkor nagyon örülök annak, hogy sikerült elindítani Felsővárosban a kulturális programokat, ahol néha én is háziasszonyként vettem részt, és örülök, hogy együtt tudtunk beszélgetni, együtt tudtunk időnként borozgatni, vagy netalántán még táncolni is, hiszen ezek az alkalmak segítettek abba, hogy megismerjem az önök gondolkodását, és azt, hogy a választókerületemben milyen problémák vannak. Én úgy gondolom, hogy Felsővárosban a karácsonyi ünnepek is nagyon sokat változtak, hiszen a gyönyörű világítás, karácsonyi kivilágítás Felsővárosnak is nagyon-nagyon szép ünnepi jelleget ad, és érezhetjük azt, hogy mi is bekapcsolódtunk a város vérkeringésébe a kivilágítással ugyanúgy, mint a kulturális életünkkel. De
Természetesen, mint egy háztartásban sem egyszerű, hogy az ember nem tud mindig mindent felújítani, nem tud mindig mindent rendbe rakni, ugyanúgy a felsővárosban sem tudtunk mindent megvalósítani. Én bízom abban, hogy segítenek majd az elkövetkezendő időszakban, hogy tovább folytassuk az általam megkezdett munkát, kijavítsuk a rossz járdákat, építsünk még játszótereket, szemeteseket, padokat tegyünk oda, ahol már megrongálódtak vagy hiányzik. Én úgy gondolom, hogy október 12-én ebben tudnak nekünk segíteni. Reggeli után, talán ebéd után, esetleg egy délutáni sétánál jöjjenek már el a Lila iskolába, a 40-es, a 41-es, a 42-es választókerületbe, a Wigner szakközépiskola 43-as szavazókörébe, és akkor rám és Habis László polgármester úrra kérem, hogy adják le voksukat. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak, köszönöm a segítségüket az elmúlt 4 évben, további jó pihenést és kellemes estét kívánok Önöknek. Köszönöm szépen a 11-es választókerület képviselőjelöltjeinek, hogy itt voltak és bemutatkoztak. Nézzük meg egy táblán, hogy kik is azok, akikre szavazhatnak majd október 12-én a választópolgárok a 11-es kerületben. Gál Judit a Fidesz-KDNP jelöltje, Kovács Tünde az LMP-től, ő nem tudott ma este velünk itt lenni, Kozma Judit a Jobbik részéről, Nász Gergely István szociáldemokrata képviselőjelölt, és Sós Tamás a DK együtt MSZP színeiben. Tehát rájuk lehet majd voksolni október 12-én a 11-es választókerületben. Hamarosan folytatjuk, rövid szünet után a 12-es választókerület képviselőjelöltjeinek bemutatkozásával. Maradjanak velünk! Folytatjuk a TV Eger választási műsorát. Jó estét kívánok!
Az elmúlt percekben a 10-es és a 11-es választókerületek képviselőjelöltjei mutatkoztak be, most a 12-es választókerület jelöltjei ülnek itt velem a stúdióban. A szabályok változatlanok, mindenki 3-3 percet kap arra, hogy ismertesse programját, bemutatkozzon a választóknak. Arra kértük itt is a képviselőjelölteket, hogy lehetőleg a személyeskedést, a vádaskodást mellőzzék. És lássuk is akkor egy táblázaton, hogy kik azok, akikre lehet szavazni majd október 12-én. Dr. Csarnó Ákos az LMP részéről, ő nem lesz itt ma este velünk, nem tud családi programja miatt eljönni. Tósa Tibor független jelöltként indul, Földvári Győző a DK együtt MSZP színeiben, Hamza István jobbikos jelöltként, Kántor Tamás szociáldemokrataként, Rázsi Botonda Fidesz-KDNP jelöltjeként és Vízi Gyula független jelöltként indul. A mostani bemutatkozások sorrendjét is sorsolással döntöttük el, és meg is kérem az egyes számot húzó Kántor Tamást a szociáldemokrata részről, hogy mutatkozzon be. Estét kívánok! Estét kívánok! Üdvözlöm a kedves tévénézőket! Kántor Tamás vagyok, 1987-ben születtem. Belső építészként dolgozom, és sok családhoz, sok emberhez jutottam el ezzel a szakmámmal kapcsolatban, és nagyon sok embernek meg tudtam hallgatni a problémáit, gondjait. Bizonyos tekintetben ezeken lehet változtatni, lehet javítani. Sikerült nekem azt is, hogy miközben aláírásokat gyűjtöttem, hogy részt vehessek ezen a választáson. Nagyon sok emberrel beszélgettem, és nagyon kedvesek, nagyon, nagyon aranyosan buzdítottak arra, hogy csináljam, mert nagyon kevés fiatal és nagyon kevés ember foglalkozik ezen a pályán. Meghallgattam nagyon sok embernél azt, hogy miken kellene változtatnunk. Én figyeltem felnémeten azt, hogy nagyon sok, most hát egyetlen egy buszmegálló sincs fedett. Tehát az is nagyon rossz, hogy esik az eső, áznak az emberek, úgy várják a buszt. Nagyon sok olyan hely van még felnémeten, ami olyan utak vannak, hogy nincsenek leaszfaltozva, köves utak, homokos utak, ezeken is változtatni kellene. Mindenkinek most hát sok ember tulajdonában gépjármű. És ezt is szeretném megoldani, megtenni. És még annyit szeretnék még elmondani, hogy merjenek új dolgokba belevágni, merjenek egy ismeretlen ember, még számukra én ismeretlen vagyok, bízni bennem, megválasztani, mert nagyon sok új dolgot tehetünk, követhetünk el Felnémet és Berva érdekében is. Úgyhogy szeretném megkérni a kedves tévénézőket és felnémetieket, hogy bízzanak és szavazzanak rám. Nagyon szépen megköszönöm a figyelmet. Felhívom a figyelmét, hogy még fél perce van, hogyha ki szeretné használni. Szépen. Akkor átadom a szót a kettes sorszámot húzónak, Hamza Istvánnak a Jobbik részéről. Jó estét kívánok, és üdvözlök minden felnémeti választópolgárt. Nevem Hamza István, 51 éves vagyok, felnémeten élek immár 20 éve feleségemmel és 3 gyermekemmel. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a Jobbik Magyarországért mozgalom felkérésére a felnémeti választókerület képviselője lehetek. És mivel kizárólag felnémet érdekeit kívánom képviselni, kimondom, hogy felnémet minden gondja, baja, problémája abból adódik, hogy Egerhez tartozik, és Eger nem jó gazdamódjára bánik felnémettel. Felnémetnek szüksége van önálló képviselőtestületre, önálló polgármesterre, önálló gazdálkodásra, mert csak így érhető el, hogy településünk gondjai a buszközlekedéstől az utak rossz minőségeig megoldódjanak, és valóban fejlődésnek induljon a település. Jó magam, Mirkóczki Ádám polgármester jelölt és a Jobbik Magyarországért mozgalom élharcosa lesz felnémet önállóságának.
Nagy-nagy propaganda folyik a Városházán arról, hogy az elmúlt 4 évben... Hogy kérjen meg arra, hogy ne vádaskodjunk. Nem vádaskodok, tehát... csak néhány adatot szeretnék elmondani. Tehát Eger 130... Az adatokat ne előzzünk. Azt szeretném kérni, hogy arról beszéljen, hogy ön a 12-es választókerületben hogyan képzeli el a jövőt. Én úgy képzelem el, hogy a költségvetési forrásból juttatott 135 millió forint, ami 4 évre szól, ez kevés felnémet fejlődéséhez. Nem akarom a nézőket számadatokkal untatni, de viszonyításképpen mégis el kell mondanom néhány adatot. Tehát például Felső-Tárkány 2800 lakossával évi 500 millió forintból gazdálkodik. Felnémet 4600 lakossára pedig csak 35 millió forint jut. Ugye ha 135-öt elosztjuk 4-re, akkor ezt a számot kapjuk meg. Szarvaskő, ez megdöbbentő, 350 lakossával évi 150 millió forintból gazdálkodik, szembeáll a síralmas 35 millió, ami Felnémetre jut. Harmadik és legmegdöbbentőbb adat pedig az, hogy Egervárosa 60 millió forintért bérel egy parkolóházat. Akkor most hagyj kérjem. Szembe ezzel Felnémetre 35 millió forint jut. A bemutatkozását, mert ez már túlmegy a szabályainkon, és úgy gondolom, hogy... Én úgy gondolom, hogy ez nem vádaskodás volt, tehát ahhoz, hogy a választópolgárok tisztán lássanak, kell némi számadat. Tehát lehet, hogy többet ér Egernek egy parkolóház, mint Felnémet. Kedves felnémetiek, azt kell mondanom, hogy igen. Eger lakosságának 8,5%-át teszi ki Felnémet. És ezzel szemben a egri költségvetés 0,2%-a jut évente Felnémetre. Tehát megdöbbentő adatok. Az utolsó mondatokat. Tisztelt felnémetiek, kérem önöket, hogy amennyiben önök is szeretnék, hogy Felnémet egy önálló, gazdag és virágzó település legyen, önálló képviselőtestülettel, polgármesterrel, önálló gazdálkodással, támogassanak szavazatukkal, és támogassák Mirkocki Ádám polgármesterjelöltet is, mert mi valóban Felnémet érdekében kívánunk tevékenykedni. Köszönöm szépen, de lejárt az időnk, és át kell adnunk a szót a következő képviselőjelöltnek, mégpedig Vízi Gyulának, aki függetlenként indult. Köszönöm szépen. Szeretettel köszöntök minden tévénézőt, különös tekintettel a felnémeti, a bervai, illetve az almári tévénézőkre. A nevem Vízi Gyula, független jelöltként indulok a aktuális választáson. 1986 óta, tehát 28 éve élünk Felnémeten. Ebből az időből 1994-től 2010-ig képviselője voltam a városrésznek. A pásztorvölgyben, vagy a helyiek szóhasználatával élve a pásztorokban lakunk a családommal. Úgy érzem, hogy ennél hosszasabb bemutatkozásra nincs szükségem, hiszen, mint említettem, 16 éven keresztül képviselő voltam. A városrész lakossága nevemet és tevékenységemet jól megismerhette, és tudom, hogy meg is ismerte. Tudják, hogy nevemhez fűződik például az almári közúti híd felújítása, vagy a egyes számú lakótelepen a játszótér felújításának első üteme, vagy a falusi részen a játszóterek építése, a Szent Rozália gyaloghíd megépítése, nem utolsó sorban a templomkert alatti támfal létesítése, valamint a Jakab Kovács emlékmű. Mint utaltam is rá, 28 éve élünk Felnémeten. Ez aktuálisan használt fogalmak szerint nem jelenti azt, hogy tőzsgyökeres vagyok, ugyanakkor magamat felnémetének vallom. Úgy gondolom, hogy nem egy tőzsgyökeres fogalom alkalmazása teszi méltóvá alkalmassá az embert a választók képviseletére, sokkal inkább az, hogy akiket képvisel, azokkal együtt él, együtt látja gondjait, problémáit. Ezek szerint élve, a helyiekkel együtt élve tapasztalom szinte nap mint nap a helyjárató autószok zsúfoltságát, a nem kellőképpen átgondolt menetrend kialakítását. Ismerem, tudom az almári külterületi utak állapotát, például nem is kell hozzá különleges időjárás, Fehérhegyi, Öreghegyi utak szinte járhatatlanok nagyon gyakran.
képviselőként mindezeknek a megoldására kellő hangsúlyt szeretnék fordítani. Új létesítmények, elképzelések is nyilván szerepelnek terveim között, többek között a Tárkányi úti csapadékvíz elvezetés problémájának megoldása, az Egri úti járda kerékpárút. Arra buzdítom a kedves választókat, hogy október 12-én, ha tehetik, mindannyian menjenek el szavazni, és ha megengedik, folytatom. Köszönjük szépen a bemutatkozást, és át is adom a szót a negyedik sorszámot húzó Rázsi Botonnak, aki a Fidesz-KDNP színeiben ül most itt. Tisztelt 12. választókörzeti polgárok, Rázsi Boton vagyok, 41 éves, Eger szülötte, feleségemmel, Tündével három fiú gyermeket nevelünk. Szűkebb szülőhazám felnémet. 1996-ban a Pásztorvölgyi iskola tanáraként helyezkedtem el, majd 2003-ban iskolaigazgatója lettem. 2010-től vagyok Egerváros alpolgármestere és a 12-es választókörzet képviselője. Alpolgármesterként főleg a humán területek, illetve a városmarketing és turisztika tartozik hozzám, képviselőként pedig első lépésektől fogva arra törekedtem, az volt a fő hangsúly, hogy a helyi emberek érdekeit képviselve a lehető legkiegyensúlyozottabban fejlesszük ezt a sokszínű, ám sok feladat elé néző városrészt, Almárt, Bervát, Felnémetet és Pásztorvölgyet. Ennek érdekében 135 millió forintnyi fejlesztési pénzt vittünk Felnémetre, nem számítva természetesen a többi városfenntartási, városüzemeltetési költségeket, melynek keretében utakat, járdákat építettünk, vagy újítottunk meg, bővítettük a játszótereket, elkezdtük a csapadékvízelrendezés fejlesztését, javítását, bővítettük a közvilágítást. Nagyon fontosnak tartom a közösségfejlesztést is, és igyekszem napra kész kapcsolatot tartani a választókkal, ugyanakkor szívesen működöm együtt a helyi civilekkel, és tagja vagyok többek között a Felnémeti Civil Kerekasztalnak is. Támogatásommal és kezdeményezésemre jöttek létre olyan felnémeti közösségi programok, mint például a Felnémeti Disznótoros Nap, a Majális, a Felnémeti Vigasságok, de együtt ünnepeltük például a minden évben az adventet, a karácsonyt, lepleztük le, illetve koszorúztuk minden évben a március 15-i emlékművet, illetve legújabban pedig a bervai közösségi élet, kulturális élet megújításán, fejlesztésén fáradozom civil társaimmal. Annak érdekében, hogy folytatni tudjam a munkát, aktivistáimmal együtt és önöknek köszönhetően több mint 800 aláírást gyűjtöttem össze az elmúlt időszakban. Ez azt jelzi, hogy önök pozitívan értékelik az elmúlt 4 évben nyújtott munkámat. Szeretném ezt a munkát folytatni, ezért október 12-én arra kérem önöket, hogy támogassanak engem, Havis László polgármester urat és a Fidesz-KDNP-t, hogy tovább folytathassuk az utak, járdák rendbetételét, bővíthessük parkjainkat, játszótereinket, fejleszthessük a közösséget, növeljük a felnémetiek biztonság érzetét, és megépítsük azt a kerékpárút hálózatot, amely már megvan tervezve és el van nyerve a pályázat. Egy szóval, hogy ezt a sokszínű városrészt tovább tudjuk fejleszteni. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, október 12-én számítok támogatásukra. Köszönöm szépen Rázsi Botonnak a bemutatkozást, és át is adom a szót Földvári Győzőnek, aki a DK Együtt MSZP jelöltjeként van itt. Tisztelt egriek, kedves felnémetiek! Földvári Győző vagyok, a Demokratikus Koalíció Együtt a Korszakváltók pártja és a Magyar Szocialista Párt 12. számú választókerület Felnémet, Berva, Pásztorvölgy és Almár képviselőjelöltje. Magyar vagyok, ezen belül német nemzetiséghez tartozónak vallom magamat. Megtisztelő számomra, hogy olyan településrész képviselőjelöltje lehetek, amelyet 1125-ben német flamand tevetvesek népesítettek be, és Felnémet a nevőt is innen kapta. Az önkormányzatiság valós önkormányzatiság kell, hogy legyen, amely odafigyel és ad a lakosság véleményére, kikéri azt, és nem érdekkörök érdekei mentén tevékenykedik, hanem széles lakossági érdekeit valóban előrevívően munkálkodik. Nem presztízs beruházásokra van szükség,
hanem a mindennapok életét jobbá, elviselhetőbbé, a jövőt megalapozó intézkedésekre. Csak néhány ezek közül. Közbiztonság, térfigyelő kamerák bővítése, munkahelyteremtés, egészségügyi ellátás, szolgáltatások biztosítása, és egy nagyon fontos, ami a komfortérzetet, mivel ez nagy részben családi házasövezet, a zöld hulladék rendszeres elszállítása, begyűjtése. Felnémet az elmúlt időszaktól sokkal többet érdemel, nem csak anyagiakban, de odafigyelésben is. Felnémet a Bükk kapuja, ebből eredően fejleszteni szükséges, bővíteni szükséges a turisztikai idegenforgalmi szolgáltatások körét, például kerékpáros pihenő, szervízzel létrehozásával. Valódi egységes kertvárossá kell válnia szolgáltatásaival, munkahelyeivel, úthálózatával együtt, az itt élők igényeinek megfelelően. Megoldást kell találni az üresen álló, a volt kőőrlő területén lévő ipari park benépesítésére, úgy, mint a borzalmas állapotban lévő volt fűrészüzem területére is. Fő célom, hogy az önkormányzat valóban az önök kormányzata legyen, az önök véleménye számítson. Megválasztásom esetén ezekért kívánok dolgozni, számítok és adok a felnémetiek véleményére, mert mindenkor képviselek. Október 12-én kérem szavazzon rám. A szavazólapon a sorsolás eredményeként az utolsó helyen talál. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Szeretne élni az utolsó 15 másodperccel? Nem. Köszönjük szépen Földvári Győzőnek, a DK Együtt MSZP képviselőjelöltjének a bemutatkozást, és még egy független jelölt indul ebben a választókerületben, mégpedig Dósa Tibor, az övé a szó. Jó estét kívánok, én is köszöntöm a nézőket. Dósa Tibornak hívnak, 50 éve élek Felnémeten, van egy 20 éves fiam, aki az EGRI főiskolára jár, turizmus vendéglátó szakra. Szakmám szakács, és akik Felnémeten ismernek, tudják, szakmámban nagyon sok nemzetközi sikert értem el. Ez köszönhető kitartó munkámnak. Úgy gondolom, megválasztásom esetén, mint képviselő, ugyanígy fogok a felnémeti lakosokért tenni, és főbb szempontjaim között elsőként szerepel Felnémet közbiztonságának kiemelése. Ezt, mint megválasztott képviselő, úgy próbálom elképzelni, létrehozni Felnémeten egy központi rendőrőrsöt. Felnémeten az elmúlt időszakban nagyon-nagyon sokat megszenvedték a lakosok különböző betörésekből eredő károkat. Valószínűnek tartom, hogy egy fölállított rendőrőrsel a környék biztonságát és az emberek lakosság, tehát a lakosságnak a biztonságát is tudnánk sokban sokkal jobbá tenni. Felnémeten élő emberek megérdemelnének egy központi nagy ABC-t, egy minimarket létrehozását, mivel a 4000 lakos az bőven el tudná látni, el tudná tartani ezt a minimarketet vagy ABC-t. Ugyanígy elképzeléseim között szerepel egy gyógynövény begyűjtő telep létrehozása, vagy egy gyümölcsaszaló létrehozása, amivel úgy gondolom, hogy a felnémeti emberek egy pár százalékának tudnánk munkát biztosítani. Elképzeléseim között szerepel, hogy a volt fűrésztelep mielőbbi rekultivációját elkezdeni, azt az áldatlan állapotot megszüntetve egy teljesen új ipari parkot létre lehetne hozni, az adottságok azok megvannak, előtte főút, mögötte vasút, tehát nyugodtan be lehetne telepíteni, és ezzel is munkahelyet lehetne Felnémeten teremteni. Terveim között szerepel Felnémeten egy faluház létrehozása, ahol a felnémeti értékeket, a felnémeti emberek által összegyűjtött nagyon-nagyon sok tárgyat, relikviát ki lehetne állítani, és büszkék lehetnénk arra, hogy Felnémet nagyon-nagyon régi múlttal rendelkező település. Október 12-ére szeretném fölhívni a felnémeti emberek figyelmét, hogy amennyiben ezeket az általam elmondott programokat, elképzeléseket szeretnék támogatni, úgy szavazzanak rám. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen. Ezzel a képviselőjelölteket bemutató műsorsorozatunk végéhez is értünk, hiszen bemutatkozott mind a 12 választókerület, majdhogy nem összes jelöltje voltak, akik nem tudtak velünk itt lenni. De a műsor folytatódik, mégpedig hétfőn a polgármesterjelöltekkel 5 polgármesterjelöltet ismerhetnek majd meg, és természetesen a programjaikat itt a TV Eger választási műsorában. A holnapi nemzetiségi képviselőjelölteket bemutató műsorunk elmarad, nem élt senki a bemutatkozás lehetőségével. Én megköszönöm figyelmüket, a részvételt a képviselőjelölt uraknak és hölgyeknek. Jó éjszakát kívánok kollégáim nevében is.